Hát sziasztok! A napfényes Sydneyből, és talán az egyik legfelkapottabb rész, ahol a legtöbb fénykép készül. Ez pedig itt a Kiribilli, és a túloldalon pedig az Operaház, és itt jobbra tőlem a Harbour Bridge. Elképesztően szerencsés vagyok az idővel. Most körülbelül 25 fok van reggel, hajnalban volt az a 8-10 fok, még itt tél van, tél vége, de csodálatos napsütés, tiszta égbolt. Tökéletes a filmezésre és egy kis városnézésre. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor gyorsan mutatok még valamit. Ugye hát az Operaházat azt mindenki ismeri, a világ legtöbbet fényképezett épülete. Mögötte a belváros, a City, ami ugye a Bangkokhoz képest egy semmi, de még Budapesthez képest is. És itt van a torony, ahol majd föl fogok menni. Valaha a legmagasabb pontja volt Sydneynek, most már nem. És ott a háttérben, ott látni néhány hadihajót, azokat is majd le fogom filmezni, az a Wulumulu támaszpont, a hadi kikötő, és itt pedig ez a Royal Botanic Garden, ahol megint el fogok majd sétálni, olyan rég voltam, és nagyon tetszik, és nagyon szeretném nektek megmutatni. Hát akkor sétáljunk egy kicsit. Mondjuk ez Sydney egyik legdrágább része, és itt a park mellett van az Admiralty House, amit itt a királynő követe lakott, hát annak idején. Most egyébként a miniszterelnöknek a rezidenciája, és szokott ott fogadni államférfiakat. Különböző protokoll dolgokra. Hát ez, azt hiszem, mondhatom, hogy a legcsodálatosabb hely a földünknek. Egyébként itt a Harbour Bridge 1932-ben adták át, és jól tudom, 1,2 km hosszú, 134 méter magas, 50 méter széles. Szerintem az egyetlen olyan épület, ami még most is ellátja a funkcióját, tehát úgy értve, hogy nem kellett bővíteni, nem kellett hozzáépíteni. Amikor megtervezték, akkor ez még 100 évvel később is egy csodálatos épület, ami ellátja a feladatát. A terv az, hogy itt szépen át lehet sétálni a hídon, ebbe a torony részbe föl lehet menni, és ott van egy kis kiállítás is, a híd történeteit meg lehet nézni. Egyébként van olyan variáció is, hogy föl lehet menni a híd tetejére. Bocsánat, fókuszált az ujjamra, szóval be lehet fizetni túrára. És ha jól látom, most vannak is emberkék ott a zászlónál, megpróbálok bezoomolni. Csoportokba visznek föl. Szerencséjük van, mert most jó idő van, egyébként előre kell jegyet vásárolni,
online, és nem térítik vissza az árát, hogyha rossz idő van, legalábbis én úgy tudom. Amikor 100 dollár volt, akkor sem mentem föl rá, most azt hiszem 300 körül van. De azért nem lehet majd kihagyni, hogy ne csináljak, hogy ne menjek föl oda. Én úgy tudom, hogy nem lehet fölvinni kamerát, fényképezőgépet, ilyesmi dolgokat. Ők csinálnak rólad egy fényképet, tehát az nekem nem a legjobb opció. De a elképesztő látvány, ami onnan tárul elénk, azt azért nem szabad kihagyni. De ahol most állok egyébként, az Észak-Sydney. És ezek a lakások, ezek talán a legdrágábbak. Ugye, amit az öbőre és az operaházra ránéz, itt egy 30 négyzetméteres lakás is, esetenként több millió dollár. Hát meg kell fizetni a látványt. Nem tudom, milyen fa. Nagyon hasonlít a fikuszra. És ott alszanak a kis pulykák. Ott van kettő. Wild bush turkey. A vadpulyka. Millió számra van belőle Sydneyben. Nagyon aranyosak, főleg a kicsinyeik. Érdekessége a helynek, hogy itt látjátok ezeket a szellőző helységek, méghozzá az alattunk futó alagútnak, ami az operaház mellett jön ki, és leveszi a forgalmat, legalábbis megpróbálja levenni a forgalmat a hídról, ami állandóan nagyon, nagyon forgalmas. Szóval annak van itt a szellőzője, illetve a vészkijárata. Pedig szereti a kis történelmet, az figyeljen. Ez egy hajónak az óra, egy hadihajónak az óra, mégpedig a HMS Sydneynek, amelyik az első világháborúban összecsapott egy német hadihajóval, és elsüllyesztette azt. Aztán 1941-ben, ha jól tudom, akkor ott az a Cockatoo Island, ami egy ilyen központja volt a haditengerészetnek, és ott szokták a hajókat felújítgatni, meg ilyesmi, és ott szedték szét, és ezt a kis darabot megőrizték belőle, és itt állították ki. De ha már itt tartunk, benne a városban van egy hajózási múzeum, ahova feltétlenül el akarok menni, és ott egy egész filmet arra szentelni. Nagyon érdekes hajók vannak, az egyik kedvenc múzeumom, és ott egy igazi történelmi hajót is szeretnék majd bemutatni nektek. Főnek ezen az oldalán is van kikötő. Itt van a Vidán Park, a Luna Park, és itt egy úszoda van, illetve volt, csak most felújítják, az Olympic Pool. Itt is legalább 100 éves, megérett már a felújításra. Persze a hidat állandóan felújítják, ott látszik a konténerek. Folyamatosan festegetik, javítgatják. Jönnek a turisták. Covid utáni roham az lement. Most meg már úgy mondom, hogy visszatért a rendes kerékvágásba az élet. Gyors
érdekességet az elmondom. Látjátok ott fönt a két zászlót, az ausztrál egy kicsit takaró van. Az aboriginál, a helyi őslakosoknak a zászlója, az jobban látszik erről az oldalról. A történet pedig az, hogy ott két zászló volt mindig, az ausztrál és mellett az Új-Dél-Wales tartomány, Új-Dél-Wales állam zászlaja. És most ezekben a enyhítős években valaki felvetette, hogy hát miért nincs fönt az aboriginál zászló. Ugye nekik nem elég az ausztrál, amiben minden beletartozik, mindenki beletartozik. Kitalálták, hogy akkor tegyenek föl egy harmadik póznát, amin majd fölrakják az aboriginál zászlót. Beadták a számlát, azt hiszem több mint $1 millió volt, de olyan nagy közfelháborodás lett már belőle, hogy még egy póznáért zászlórúdért kicsengetni $1 millió. Hogy végül is úgy döntöttek, hogy leveszik a Új-Dél-Walesi zászlót, és akkor föltették az aboriginál. És most már az látható mindig. Csodás történet. Itt pedig a híres Luna Park bejárata. Évtizedes múltra tekint vissza, ingyenes a belépő, de a különböző játékokért fizetni kell. Az érdekessége az, hogy tisztára olyan, mint a múlt század elejei vidám parkok többsége, tehát a játékok is olyan hangulatot teremtenek. Nagyon jó. Gyorsan hozzáteszem, hogy a hétvégén jóval többen vannak. Hát szombat, vasárnap azért nehéz megmozdulni. De a gyerekekkel nagyon kellemes ide eljönni. Most mehet a másik irányba. Toljad neki. Mi régi vidám parkunkra jobban emlékeztet, mint a mostani divatos parkokra, témparkokra, ami a világban elterjedt. Régi stílusú játékok. Néhány évig egyébként zárva volt, mert itt a környékbeli lakóknak nem tetszett a zaj. És még eldöntötte itt az önkormányzat vagy a bíróság, hogy minden mehet tovább, addig záró volt. Régi idők csúszda parkja. Zsákokat adnak az embereknek, és akkor le lehet csúszni. Szeretem az ilyen régi dolgokat.
a Luna Parkról egy kis New York-i hangulatot varázsol itt Sydney-be. Megjött a taxi. Már itt vagyunk a híd. Náló föl lehet menni a lépcsőn. Itt nemrégiben átadtak egy ilyen liftet is, aki nem szeret lépcsőzni, vagy nem tud. És akkor itt van a silatófal. Ezt a lépcsőt kell megmászni, nagyon sok egyébként. És akkor végig tudunk sétálni a hídon. Na, itt fönt vagyok már a hídon. Itt egy kicsit elmondom, hogy hogy van a forgalom. Tehát ezen az oldalon a hídnak van a gyalogos forgalom. Itt nem lehet kerékpározni, meg ilyesmi. Az a másik oldalon van, de ott csak a kerékpárosok mehetnek. Nyilván középen az autósok. És itt van még két sáv. Az egyik az átmegy a betonpillér között. Az autósoknak van. A külső sáv az, illetve hát a belső sáv az a buszoknak, a túloldalon pedig a vonat jön hát a pillérek között. Az egész híd egy csodálatos építmény, és a kilátás innen föntről az pedig magáért beszél. Amit mondtam, hogy föl lehet jönni, azt nem tudom, meddig van nyitva, de megpróbáljuk. Hey, how are you? Mutatják be, hogy épült a híd. Még fölmegyünk a kilátóba, régi fényképeken. Itt pedig az építkezés története egészen a kezdetektől, a terveken át. A különböző építési fázisok. A 31 végére már egész jól nézett ki. Most itt vagyunk, ebben a toronyban. Elég sokan voltak a megnyitón. Naplementében még szebb lesz.
itt innentől meg már egyszerűen csodálatos a kilátás az operaházra, az öbölre. Látványosságok is vannak itt, pont elkaptam a jókor érkeztem. Hát ez csoda. És itt jól látni a régi kikötő helyét. Itt voltak a kirakodók, és ezekben az épületekben rakták ki az árut, ami persze most méregdrága étterem, és ez itt most a nemzetközi hajóállomás, most nincsenek bent hajók, illetve nincs bent a ilyenkor megszokott óriás óceánjáró. Mielőtt elmennék, látjátok ezt a házat, amit most éppen felújítanak. Az egyik legdrágább környék, a legjobb kilátása. És az egy olyan ház volt évtizedekig, ahol hát szükséglakások voltak, kiutalták munkanélkülieknek, vagy valami problémások családoknak, aztán rájöttek, hogy millió dolláros a telek, illetve minden egyes lakás benne, és kilakoltatták a belakoltatott embereket, és fölújítják, méregdrágán fogják eladni, az is lehet, hogy hotel lesz belőle. Na, eddig hogy tetszik Sydney? Remélem, hogy elégedettek vagytok a látvánnyal. Továbbiakban is fogok itt filmezni Sydneyben, nagyon sok a látnivaló. És azt már látni ugye, hogy teljesen eltérő az egész a megszokott ázsiai városoktól. Tulajdonképpen egy makett egy Bangkokhoz képest. Úgyhogy találkozunk a következő videóban, addig is vigyázzatok magatokra. Ciao!